2017-ben, 7 évvel ezelőtt a Momentum több mint 266 ezer aláírást adott le annak érdekében, hogy a budapesti olimpiai pályázatról népszavazást tegyen. Akkor a rendszer megfutamodott, és inkább visszavonták a pályázatot, ahelyett, hogy kiírták volna ezt. Most azonban újra itt vagyunk, és hiába vitte volna a párizsi olimpia költsége gyakorlatilag csődbe az országot, ők újra olimpia rendezésről beszélnek. Mi a Momentumban úgy gondoljuk, hogy amíg nincs megfelelő ivóvíz, amíg nincs elég orvos, amíg nincs tanár, ameddig kínai hitelt kell fölvenni azért, hogy működjön az ország, addig teljes tévút olimpia rendezésről álmodozni. Ha valamikor, hát most Bödőcs örökérvényű mondása, hogy olimpiádat először talán egy normális hétköznapot kéne megrendezni, aktuálisabb, mint valaha. De azt is tudjuk, hogy sokaknak ez a szívügye, és ők is elmondhatják majd a véleményüket a népszavazási kampányban, ugyanis szeretnénk egyszer és mindenkorra pontot tenni ennek a végére, és elérni, hogy bármilyen olimpiai pályázatot szeretnénk beadni, előtte népszavazás előzze meg. Ez egy olyan szintű döntés, amit együtt kell meghoznunk.